Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Célkeresztben című műsorunkat látják, amelyben ma is a legfontosabb adai és zentai eseményekkel foglalkozunk. Műsorunk első részében célkeresztben az állatvédelem. Itt lesznek velünk a Zentai Lajka Állat és Természetvédelmi Egyesület aktivistái, valamint beszámolunk az adai Póni Állatkert új helyszínre való költözéséről és egy moholi madárvédelmi akcióról is. Ezt követően a kulturális és oktatási témák kerülnek majd előtérbe. Legújabb előadásuk bemutatója kapcsán vendégül látjuk a Zentai Magyar Kamara Színház színészeit, összefoglalót láthatnak a Kisképek negyedik nemzetközi kiállításának zentai megnyitó ünnepségéről, valamint több egyéb izgalmas rendezvényről is. Műsorunk végén pedig az adai esküvő kiállítás legfontosabb történéseit elevenítjük fel. Ha tetszik a kínálatunk, tartsanak velünk! Idén ünnepli fennállásának 20 éves jubileumát az adai Póni Állatkert, amely néhány hónap múlva már új helyszínen várja majd az érdeklődőket. Az eddigi helyén ugyanis a tervek szerint wellness központ épül. A mostani helyszíntől mindössze 500 méterre fekvő területet az önkormányzat 20 évre bocsátotta az állatkert rendelkezésére. A megállapodás értelmében a költözésre 6 hónap áll az állatkert rendelkezésére, amelynek illetékesei március folyamán különféle rendezvényekkel kívánják megünnepelni az intézmény létrejöttének 20 éves jubileumát. A téli hónapokban a korábbi évekhez hasonlóan idén sem fogadja a látogatókat az adai Póni Állatkert, amely 1995-ben nyitotta meg a kapuit, azóta folyamatosan üzemel. A kezdetekben többféle állattal rendelkeztek, mint manapság, ám még most is színes kínálattal várják az érdeklődőket. Lámáink vannak, afrikai birkák, akkor hegyi kecske, törpe kecskék, akkor van borz, van az afrikai tarajosül, azután ezek az emlősök közül még mit mondjuk, ami van, nem mondok, nem, van disznónk van, az már régi, öreg disznó, már régi, amióta megnyit az állatkert, azóta jóformán megvan. Aztán a madarak közül a legnagyobb madarunk olyan az emu, az ausztráliai struccfélék, akkor még többféle kisebb papagájfélék vannak, díszfálcánok, ezüstfálcánk, királyfálcán, páváink vannak, akkor különböző vadkacsafélék, díszkacsák, mandarin része, karolin része. A látogatók körében ma is igen nagy népszerűségnek örvend az intézmény. Elég sokan jönnek, mivel az állatkert a medencék mellett van, és akkor azok, akik jönnek medencére, lássák, hogy itt állatkert is van, és befordulnak, ugye, és szeretik általában a legtöbb gyerek a vendégünk, a szülőkkel, a nagymamákkal, és akkor mink megszervezzük együtt a Tóth Laci bácsival, ő magyarul, én szerbül, ugye, és akkor minden csapatot, amikor csoportba jönnek, mert megszervezve is jönnek buszokkal, akkor előadásokat is tartsuk, hogy élnek ezek az állatok szabadon, hogy élnek itt, mi a nevük, hogy kell gondoskodni róluk, ami nagyon lényeges. Tehát az a humánis rész a gyerekeknél ki legyen fejlesztve, mint idősebbeknél is, mert nagyon sok idős is jön ide, ugye, és akkor magyarázzuk nekik, hogy kell, hogy viselkedjünk hozzájuk. Az állatkert rövidesen elköltözik eddigi helyéről, ugyanis a jelenlegi helyszínén a tervek szerint wellness központ épül. A Póni Állatkert Egyesület és Adaközség önkormányzata illetékesei nemrég megállapodtak abban, hogy az állatkertet az adai strandfürdő déli végén található 3,5 ár nagyságú parcellára költöztetik. A mostani helyszíntől mindössze 500 méterre fekvő területet az önkormányzat 20 évre bocsátotta az állatkert rendelkezésére. Ott nagyon sok munka van. Tehát nem csak kézi munka,
lapátok, ásó, kapa, gereblye, még a többi, hanem itt bizonyos gépek is kellenek, mert nagyon nagy terület, és ott semmi nincs, tehát mindent ki kell építeni, amit itt tavacskák vannak, víz, áram, minden, ezeket a ketreceket át kell helyeznünk, tehát a fuvart is kell biztosítani, átvinni ezeket, embereket kell, akik majd heggeszteni fognak új, ezeket a ketreceket új területen, ugye. Nagyon nagy munkánk vár ránk, és remélem, hogy az emberek, a polgárok, meg vendégeink is, azok, akik jönnek vidékről, mert jönnek Kikindáról, Zrenjaninból, Zomborból, Zentáról, Szabadkáról, mindenfeléről, még állatkertek is, mind a palicsi állatkert, még belgrádi állatkert, bekapcsolunk azokat is, ugye, hogy belé segítsenek abba, ahogy hurcolkodjunk át. Az átköltözésre 6 hónap áll rendelkezésükre. Az állatkertet működtető civil szervezet illetékesei abban bíznak, hogy az átköltözés zökkenőmentesen lezajlik, és az állatkert az új helyszínen is megfelelőképpen tud majd működni. Az új helyszínen történő megnyitást megelőzően március folyamán különféle rendezvényekkel, köztük fotó- és gyermekrajz kiállítással, valamint környezetvédelmi előadással és egyéb programokkal kívánják megünnepelni az állatkert létrejöttének 20 éves jubileumát. Az állatok védelmét és a felelős állattartás tudatosítását tartja a legfőbb feladatának a Zentai Lajka Állat és Természetbarátok Egyesülete is, amely ugyancsak néhány évvel ezelőtt alakult, mégis számottevő eredményeket ért el a felelős állattartás fontosságának hangsúlyozása és tudatosítása terén. Nemrég újabb akciót hirdettek az általuk gondozott állatok örökbefogadásának serkentéséért. Itt vannak velünk a Lajka Állat és Természetbarátok Egyesülete aktivistái, Gyetvai Orsolya és Pető Beáta. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Hello. Mit kell tudni elöljáróban erről az akcióról? Nagy örömünkre elkészült az első Lajka naptárunk, amellyel a védenceinknek az örökbeadását szeretnénk elősegíteni és hirdetni őket. Köszönettel tartozunk a Zentai Sportszövetségnek az együttműködésért, valamint a Zentai Sportegyesületeknek, akik részt vettek ennek a naptárnak az előkészítésében. Név szerint a Birkózó Klub, Asztaltenisz Klub, a Zentai Atlétika Klub, Teke Klub, Vízilabda Klub, Kézilabda Klub, Tisza Virág Kajak és Rekreációs Klub. Ők mind nagyon fiatal, tehetséges sportolók, akik vállalták, hogy modellt álljanak nekünk, és fényképezkedtek a Lajka védenceivel, amellyel reméljük, hogy sikerül elősegíteni az örökbeadásukat. Közel 35 kutyáról gondoskodunk jelenleg is, így nagyon szükség van arra, hogy halljanak rólunk az emberek, és hogy merjenek tőlünk örökbefogadni. Mit tapasztaltok, mekkora az érdeklődés a lakosság körében az örökbefogadható állatok iránt? Változó. Azért akadnak sokan, akik szeretnének örökbefogadni. Főleg olyan esetekkel találkozunk, hogy elhunyt a kutyusok, és egy idő után úgy érzik, hogy ki kellene tölteni ezt az űrt. Mehetne jobban is az örökbefogadás. Hát reméljük, hogy ezzel az akcióval még jobban népszerűsítjük magunkat, és hogy hallanak rólunk. Milyen egyéb programokkal próbálja felhívni mindenre a figyelmet a Lajka? Az idén is rengeteg programmal készülünk. Reméljük, hogy sikerül is majd őket megvalósítani. A legelső programunk, ami hamarosan lesz, mivel hogy március 4-én leszünk 2 évesek, ez már valami, és március 6-ára, tehát ez egy pénteki napra próbálunk egy ilyen jótékonysági nagy szülinapi bulit szervezni. Sajnos a helyszínről még egyeztetések folynak, itt még nem tudunk konkrétumot mondani, de időben mindenkit arról is értesítünk. Továbbá március 28-án lent a Népkertbe a gyermekbarátokkal karöltve. Idén is meg lesz szervezve a nyuszi futás. Ez ugye a húsvét kapcsán a gyermekeknek egy ilyen szombat délelőtt ilyen szórakoztató délelőtt játékokkal, ügyességi versenyekkel, különböző bemutatókkal, előadásokkal.
Szintén itt is részt fogunk venni ebbe a programban is, és reményeink szerint tudunk kutyás foglalkozásokat is tartani a gyerekeknek. Utána egy hasonló program, mint ami tavaly volt a Nagy Madárnap, csak az idén a nagy tavaszi sün idő, az lesz a címe. Tehát próbáljuk olyan állatkákra felhívni a figyelmet, amire az ember annyira nem figyel, most az idén a sünök vannak a tapétán. Elméletileg egy magyarországi sünvédő, sünbarát egyesület is jelen lesz. Meghívtuk őket, még itt is folynak az egyeztetések. Ez március 28-án a Művelődési Ház kiállítás termében lesz. Utána még a 6. Mosolytenger Gyermekfesztiválon is szintén jelen leszünk. Valamint szeretnénk idén is a keverék szépségversenyt megszervezni. Ez ugye pályázat függő, sajnos. Attól függ majd, hogy sikerülnek pályázatok. Ez mellett még tervezünk egyéb programokat is, de ez is attól függ, hogy tehát ilyen terápiás foglalkozások kutyákkal, gyerekekkel, sőt megfordult az is a fejünkbe, hogy idősek otthonába esetleg kutyákkal menni. Ez még kérdéses. Említetted a keverék kutya szépségversenyt, amelyet, hogyha jól tudom, akkor tavaly tartottatok meg először. Hogyan fogalmaznátok meg, mi volt ennek az elsődleges célkitűzése, illetve hogyan sikerült maga a rendezvény? Az elsődleges célunk az volt, hogy az emberek rájöjjenek, hogy nem csak az a törzskönyvezett nagyon drága kutya a kutya, ugyanúgy egy keverék kutya vagy egy törzskönyv nélküli is kutya lehet szép. Tehát ez is volt a címe, hogy minden kutya szép. Ez volt a cím. Tehát ez volt a lényeg, hogy egy kicsit népszerűsítsük. Ne érezzék azt, hogy ők diszkriminálva vannak mindenhonnan, hogy mindenhova csak a fajta tiszta kutyákkal mennek. Vannak más kutyák is, tehát vannak keverék kutyák is, vannak fajta tiszták, akiknek nincsen törzskönyvük. Itt lehetőséget adtunk az embereknek, hogy ők is megmutassák, hogy az ő kutyájuk is milyen szép. Voltak ilyen legválasztások, tehát legokosabb, legragaszkodóbb, Itt meg tudták mutatni még az emberek, hogy mire képes a kutyájuk, hogy ő is tud valamit, tehát nem csak az a nagyon profi kutyák a profi kutyák. Hogyan látjátok egy-egy ilyen akció, mennyiben járulhat hozzá a fokozottabb odafigyelésre, illetve akár a kóborkutyák vagy gazdátlan kutyák örökbefogadásának serkentésére? Hát hozzájárul nagy mértékben pont ez miatt, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy nem csak a fajta tiszta kutyák, hanem ugyanúgy a keverék kutyák is. Ez miatt szerintem jó. Emellett, hogyha jól tudom, akkor az állatok befogadásával és befogásával is foglalkoztok egész év folyamán. Hogyan néz ki maga a folyamat? Érdekesen, mivel hogy sajnos nincsen menhelyünk, ugye? Ezt nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy nincsen menhelyünk, csak ideglenes befogadókra számíthatunk. Ez mellett nincsenek ugye profi felszereléseink, nincsenek profi embereink, akik erre vannak kiképezve, hogy egy kutyát megfogjanak az utcán. Ezért egy kicsit nehézkesen folyik a dolog, de igyekszünk persze mindent megtenni. Igyekszünk a beteg, illetve az idős vagy nagyon kölyök kutyákra korlátozódni, mert tényleg nem tudunk elhelyezni más senkit sehol. Minden befogadóhelyünk, ahova tudtunk elhelyezni kutyákat, betelt. Most már mindenkinél otthon, a fürdőszobába, a spejzbe, a folyosón, a padláson mindenütt kutyák vannak. Szintén cicák is, tehát van egy tagunk, akinél a cicák vannak, ott is mindenütt cicák vannak. Ezt néha nem értik meg az emberek, és akkor úgy veszik, hogy fú, hát mert nem akarunk velük foglalkozni, de egyszerűen nem értik meg, hogy nem tudunk mit tenni. Sajnos nem tudunk mit tenni, mert egyre csak nő a számuk a kuborkutyáknak, és nem tudunk mindenkit sajnos behozni. Ezt nekünk se könnyű átélni, hogy nemet kell mondanunk, és hogy ott van egy kutya, és nem. Az mellett nagyon sokszor hívnak, hogy egy agresszív kutya van az utcán, aki támadja az embereket. Persze ezt megpróbáljuk, valami módon megpróbáljuk, de eszközök hiány elég nehéz befogni mondjuk egy agresszív kutyát. Említetted azt, hogy nincs lehetőség jelenleg menhely létrehozására. Nyilvánvalóan ez jelenthetne hosszú távú megoldást. Rövid távon mi jelenthetne megoldást? Rövid távú megoldás nincsen sajnos erre a problémára, mert ez egy folyamatos probléma. Tehát ezt nem lehet megszüntetni az egyik pillanatról a másikra. Megoldást jelent
valamilyen szintű megoldást jelent az ivartalanítás, ami nagy mértékben mondjuk segíteni a munkánkat. A csippezés, hogy legalább azokat a kutyákat haza tudjuk időben juttatni, vagyis ne kelljen nálunk parkolniuk egy 2-3 hétig, mire kiderítjük, hogy ki a gazdája. Tehát nyilvánvalóan, hogy ezek segítenének. Viszont hosszú távon mindenféleképp a menhely, illetve az ivartalanítás az, ami lényeg lenne. Valamint ugye a hozzáállás, a felelős teljes hozzáállás. Végezetül arra kérlek benneteket, hogy mondjuk el, hogy hova fordulhatnak az érdeklődők, hogyha bármilyen kérdésük van felétek, illetve hogy hol vásárolhatóak meg ezek a naptárak. A Facebookon elérhetőek vagyunk, tehát a Lajka Állat és Természetbarátok Egyesületének van Facebook profilja. Ott tudnak üzenetben rendelni naptárat, illetve a főtér 18-as szám alatt a Szifi Civil Központban át tudják venni a naptárakat. És ezzel is támogatni tudják egyesületünket, mert szimbolikusan 200 dinárért adjuk őket. Az ügyeletes telefonunk az mindig él, azt bármikor lehet hívni, lehet, hogy épp pont nem tudunk azonnal jelentkezni, elnézést kérünk, de olyankor vissza fogjuk hívni az érdeklődőt, ennek a száma 064 50 64 146. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk, további sikeres munkát kívánok! Köszönjük! A téli időszak nem csak a házi állatok számára jelent nagy kihívást, hanem a madarak számára is, amelyek a megszokottnál jóval nehezebben jutnak táplálékhoz. Éppen ezért folyamatos segítségre szorulnak, aminek fontosságát nem árt minél korábban tudatosítani. Ezt ismerte fel a Moholy Zöldike Természetvédelmi Civil Szervezet is, amelynek aktivistái egyik korábbi akciójuk során madárházakat és madáretetőket készítettek, legutóbbi akciójuk során pedig el is helyezték ezeket a helyi rekreációs parkban. A madaraknak kell a madárház, hogy tudjanak hol lakni, és az etető, hogy tudjanak miből enni. Mondja Moholy Guba Petra, aki társaival együtt részt vett a Zöldike Természetvédelmi Civil Szervezet akciójában. Új ismereteket is szereztek. Szeretem a természetet, a madarakat. Sokat szoktam én is kint lenni, meg csináltam a madárházakat így otthon. Nagyon fontosnak tartom a madarak védelmét, és ugye most kiraktuk ezeket a madáretetőket és házakat, és hogy most majd tölteni is fogjuk őket, és reméljük, hogy lesz értelme. Szerintem a környezetvédelem nagyon sokat segíthet még az emberiségnek, és nagyon úgy tartom, hogy ugye az öregek, ahogy így elkezdték ezt, tehát, hogy a madárházakat megépíteni, kitenni a fákra, azért, hogy ugye a fiatalabbaknak át tudják ezt nyújtani, és minden olyan dolgot, ugye, amit a madarakról tudunk, hogy télen ugye nem találnak annyi élelmet, és ezért kell madárházakat ugye kirakni, és amiben például napraforgót, vagy bármilyen magot beletehetünk, és az nekik élelem. Az sem mindegy azonban, hogy milyen magvakat helyezünk a madáretetőbe. Madarakat fontos télen etetni, mivel hogy nem találnak elég táplálékot. Magvakat használunk, magas olajtartalmú magvakat, ilyen a napraforgó, például a dió. Nagyon oda kell figyelni, szóval, hogy ne sózott és ne pörkölt magvakat használjunk, mivel az nem jó a madaraknak. A mi programunkban benne van az újrahasznosítás, és így műanyag flakonokból készítettünk madáretetőket, amit nagyon egyszerű elkészíteni házilag, és akkor ezt már, mondom, több éve már alkalmazzuk sikeresen, és népszerű a gyerekek és a lakosság körében. A Moholy akcióba több partner szervezet tagjai is bekapcsolódtak. Minden ilyen eseményen átlagban részt szoktam venni, meg szoktak hívni. Nagyon fontosnak tartom ezeket a szép szervezményeket, ugyanis a fiatalokat belenevelik a természet szeretetébe, mert ez nagyon fontos, hogy megvédjük a környezetünkben élő madarakat, különböző állatokat, tehát az élő világnak a megőrzésében sok fiatal esetleg később meg is fogja szeretni, és még hivatása is lesz ez a dolog, tehát a természetvédelemnek egyik fontos alapja.
A madárházakat a rekreációs park területén helyezték el. A mai nap folyamán ilyen madáretetési rendezvényt csináltunk a gyerekekkel, ahol madárházakat rakunk ki, közel olyan 40 madáretetőt, 2 kilósat, 5 kilósat. Ezeket a madárházakat a Tiszaparton, Moholon rekreációs parkba helyezzük el. A rendezvényünkön részt vesznek az általános iskolák diákja, nyugdíjasok, önkéntesek. Most ez az első ilyen rendezvényünk, hogy szeretnénk ezt a következőkbe is alkalmazni, csinálni, mert úgy gondolom, hogy oda kell figyelni a gyerekekre is, hogy ők is tanulják ezt meg ezt, hogy megszokják, hogy a madarak is, meg a természetben ezek fontos lényege, hogy tanítsuk a gyerekeket. A kihelyezett madáretetőket rendszeresen töltik majd magvakkal. A mostanihoz hasonló akciókat pedig a jövőben szeretnék rendszeressé tenni az adaközséghez tartozó faluban. A folytatásban kultúra. A Kárpát-medence területén, valamint a világ egyéb országaiban élő képzőművészek kisméretű alkotásait tárja a közönség elé két évente a Vajdaság szerte mind nagyobb népszerűségnek örvendő Kisképek nemzetközi kiállítása. A képző, ipar és tervezőművészek Szabadkai Egyesülete szervezésében negyedik alkalommal meghirdetett kiállítás Szabadka és Topolya után nemrég Zentán a helyi művelődési ház kiállítási termében is megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A kisképeken keresztül találkozik a Kárpát-medencében és még azon is túl élő és alkotó művészek világlátása, művészi szemlélete az alkotói szabadsággal. Az alkotói szabadság és az alkalmazott technikák sokszínűségének fontosságát hangsúlyozta Mezei Erzsébet grafikus művész a Kisképek negyedik nemzetközi kiállítása zentai megnyitóján. A tárlaton összesen több mint 100 alkotó tematikai és technikai kötöttségek nélkül készült munkáit tekinthetik meg az érdeklődők, mondja Boros György grafikus művész, a kiállítás ötletgazdája. A Kárpát-medencéből és a világ más tájáról, Uruguayból, Hollandiából, Svédországból hívtunk alkotókat, akikkel valamilyen szinten szakmai kapcsolatot tartunk fenn, azzal a kikötéssel, hogy ezeknek a képeknek a nagysága maximálisan 15 lehet. Ez azért így alakult, mert ezek az alkotások határon át kell, hogy jöjjenek, és tudjuk azt, hogy milyen komplikált egy műalkotást átvinni legálisan a határon. Ez is legálisan jöttek, azzal, hogy a kisméretük miatt nem kényszerült vámkezelésre. Ez a kisméret az bizonyos mértékben egy intimitást ad a képeknek, az ember valami szintén közelebb kerül a képekhez, közelebb kell menni, hogy lássa, de mivel a témát nem határoztuk meg, így minden művész a saját ópuszát, a saját kifejezésmódját, a saját technikáját alkalmazta nem nagy méretbe, hanem kis méretbe. A kisképek alkotói szívesen élnek a kifejezés szabadságával, és kombinálják a technikai lehetőségeket, olyan újszerű produktumokat hozva létre ezáltal, amelyek különleges élményeket nyújthatnak a befogadók számára. Milyen érdekes az, hogy oszlik meg a különböző képzőművészeti technika ezen a kiállításon, és mondjuk nem sorolnám föl, hogy hány festészet és milyen festészeti technikák és milyen grafikai technikák vannak jelen, de ami nagyon érdekes az, hogy 39 alkotás a vegyes technika elnevezést kapta, mint technikai megjelölés, ami én szerintem azt jelenti, hogy mindenki kísérletezik, és mindenki ötvözi a technikákat, és próbál egy új minőséget létrehozni azért, hogy még sajátságosabbá tegye azt az alkotást, amit készít. És ez az alkotói szabadság, ez nagyon is fontos, hogy mindenki végül is a saját megközelítésében tudjon alkotni, és itt ennek a tárháza van most ezen a kiállításon. A tárlat anyaga Mezei Erzsébet szerint azért is tekinthető rendhagyónak, mert ritkán lehet ugyanabban a térben és ugyanabban az időben az ismert és kézjegyükről könnyen felismerhető művészek mellett ennyi ígéretes fiatal alkotó munkáját is látni. Nagyon sokat elidőztem azok előtt, a panók előtt, ahol a fiatal most diplomált vagy még egyetemen lévő, ott tanuló egyetemisták munkáit látjuk. Nagyon üde, nagyon friss, nagyon mai, nagyon sajátságos, és én ámulom, és csak gratulálni tudok nekük, és nagyon-nagyon örülök, hogy
hogy ez itt kifejezésre jutott ezen a kiállításon is, és gondolom, hogy még máshol is látni fogjuk majd őket, és nem is képviseltette magát most mindenki. Tehát most Vajdaságban nagyon sok fiatal tehetséges képzőművész van, akit én gondolom, hogy ha nem mennek el sehova, akkor nem panaszkodhatunk, hogy a képzőművészeti, kortárs képzőművészeti élet pang. A különleges alkotásokat a tárlat nyitvatartási ideje alatt a látogatók nem csak megtekinthetik, hanem meg is vásárolhatják. Ugyanis a szervezők ilyen módon szeretnék kiküszöbölni azokat a nehézségeket, amelyeket a támogatások elmaradása okozott számukra. Mivel jeleztem a művészeknek, hogy gondjunk van a katalógus finanszírozására, a művészeknek a legnagyobb része felajánlotta az alkotásait a jövendőbeli szponzoroknak, vagy valamiféleképpen, hogy ki tudjuk az anyagi nehézségeket küzdeni. De az én ambícióm a negyediknél nem fog megállni, szerintem bármilyen nehézség árán is, de megtartsuk, mivel ez a kiállítás biennál jellegű, tehát minden két évenként, én bízom abban, hogy két év múlva szintén találkozunk itt. A kisképek negyedik nemzetközi kiállításának anyagát a tavalyi év novemberében előbb a Szabadkai Szabad Egyetemen, majd a Topolyai Art Gallery-ben mutatták be. A tárlat létrejöttét Szabadka város önkormányzata támogatta. A legkisebb boszorkány címmel mutatta be legújabb előadását az Entai Magyar Kamara Színház társulata, amelynek tagjai Pataki András rendezésében állították színpadra a Lázár Ervin mesejátéka alapján készült produkciójukat, amelyben a színház színészei Dévai Zoltán, Lőrinc Témea, Nagyabonyi Emese, Nésics Máté, Paparnold, Rutonics Róbert és Virág György mellett Molnár Gábor Nóra, a Művészeti Akadémia hallgatója és Kis Izabella, diák színjátszó is szerepet kapott. A legkisebb boszorkány című mesejáték története szerint anyabanyának három leánya van. Három boszorkány leány, akiket a tündértercia kezére pályázó király Kis Miklós ellen küld. A legkisebb boszorkány, Amarilla azonban szembeszegül a gonoszbanya parancsával, és ahelyett, hogy akadályozná, önzetlenül segíti Miklóst. Kérdés persze, hogy mennyire önzetlenül, hiszen csak hamar kiderül, a legkisebb boszorkány bizony gyengéd érzelmeket táplál király Kis Miklós irányába. Lázár Ervin meséje úgy tesz, mintha rendes mese volna, és hordoz mindent azok közül a tulajdonságok közül, amit egy mesejátéknak hordoznia kell. A főhős elindul a maga útján, végigjárja ezt az utat, ezen az úton vannak segítői, mindenféle szerzemény, de közöttük egy kis boszorkánylány is, aki alkalmatlan egyrészt kisboszorkánynak, mivel jószívű, másrészt pedig a problémát nehezíti, hogy szerelmes is lesz ebbe a főhősbe. A méltó jutalmát idézőjelben el is nyeri, hiszen a főgonosz széllé változtatja a végén. Ez ad egy furcsa csavart, egy furcsa viszonyrendszert ennek a mesének. Hordozza a mese azt a lehetőséget, hogy minden korosztálya maga rétegét le tudja fejteni, vagy fel tudja fejteni a mesejáték után. Jó volna, hogyha az előadásnak volna utóélete, jó volna, hogyha egyfajta szellemi utózengés követné, és mondjuk a pedagógusok a kisdiákokkal tudnának beszélni, mondjuk a párválasztás fontosságáról, helyességéről korunkban. Ez azt hiszem, hogy eléggé fontos kérdés. Az előadás mindezek tükrében nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek számára is fontos üzeneteket hordoz. A mesejáték elsődleges célközönségét azonban természetesen a gyermekek képezik, aminek köszönhetően a produkciót színes jelmezek, hangulatos dalbetétek és látványos koreográfiák jellemzik. A színészek közül többen több különböző szerepben is feltűnnek a mesejátékban. Lévén, hogy gyerekelőadásról van szó, nagyon-nagyon sok szereplője van, a társulat lehetőségei pedig e tekintetben végesek, meglehetősen végesek, tehát a főbb szerepeken kívül a többiek nagyon sok karakter játszanak, van, aki 4-5-öt is,
Én most így kapásból hármat játszok, igen, egészen pontosan. Csillaggyereket játszok, aki görkorcsolyával közlekedik és suhan. Továbbá lovat játszok, aranyszűrű táltost, aki egy kis csikó, és ő a világ leggyorsabb táltosa. És én játszom a világ kovácsának az inasát, aki különféle néptáncos, csapásolós motívumokkal készíti az arany, illetve ezüst acélpatkókat a lovak lábára. Ebben az előadásban én úgymond 6 szerepet alakítok. Ebből 2 ló szerepét próbáltam megformálni, ez volt számomra egy hát nagyobb kihívás, hogy ezt a 2 lovat elkülönítsem valahogy, vagy hogy ez elkülönüljön. Hát van itt egy postás, van egy csillaggyerek, akkor egy kasza, mezőn lévő kasza éles pengékkel, meg ezüst szőrű ló, meg az anyabanya lova. Szóval nagyjából ezek lennének a szerepeim. Rengeteg öltözéssel, rohangálással jár, úgyhogy különösen nem éreztem gondot, meg nem a szerepek, a figuráknak és a szerepeknek, karaktereknek egy ilyen segítő funkciójuk van, hogy az egész történetet, hogy a főhősöket valamilyen szinten segítsék az útjukban. Én csillaggyereket és lovat játszok. Másodszor játszok lovat gyermekelőadásban, és hát megpróbáltam most egy olyan megközelítésből ló karaktert játszani, amiben az előzőre nem hasonlít, illetve karakterisztikájában, mozgásában más, természetesebb, vagy akár megfoghatóbb. A legkisebb boszorkány című előadás sajátossága egyebek mellett éppen az, hogy a produkcióban a színház színészei mellett Molnár Gábor Nóra, a Művészeti Akadémia növendéke és Kis Izabella diákszínjátszó is szerepet kapott. Talán a legnagyobb kihívást az ének okozta. Elmentünk a stúdióba Csantavérre felvenni a dalokat, és előtte nagyon sokáig gyakoroltuk itt a színházban, és itt még rendben volt minden, de ahogy odaértünk, én rettenetesen megijedtem, és torokból kezdtem el folyamatosan énekelni, és egy 2 óra hosszámba telt 2 dalt felvenni, és végül sikerült, hát ki lett csiszolgatva erre, úgyhogy ez így nagyon, nagyon jó. A táncokat nagyon szerettem csinálni Demcsák Ottóval, nekem ez egy régi vágyam volt, hogy vele dolgozzam, még gyerekkoromban, mikor megismerkedtem vele, azóta így vágyom arra, hogy majd egyszer dolgozzunk együtt, és úgy látszik, hogy a vonzás törvénye hatott, és sikerült vele együtt dolgoznunk. Diákszínjátszó vagyok igazából, és hívtak ebbe az előadásba, hogy játszak a profikkal. Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, és nagyon érdekes tapasztalat volt, jó, pozitív tapasztalat, élveztem nagyon. Kicsit nehéz volt, a koreográfia az valahogy sokkal nehezebben ment, ahogy észrevettem, mint a többieknek, de végül is azt hiszem, hogy sikerült feltornáznom magam közéjük ebből a szempontból. A rendező nagyon jó volt, érthető instrukciókat adott, és teljesíthetőeket is, és minden esetre tényleg nagyon élveztem. A történet színpadra állításában dramaturgként Németh Ervin, zeneszerzőként Keresztes Zoltán, koreográfusként Demcsák Ottó, fénytervezőként Komorócki Gábor, jelmeztervezőként pedig Rutonics Róbert volt a rendező segítségére. A rendezővel beszélgettünk, megbeszéltük, hogy milyen legyen a világa, ő mit szeretne látni. Ezt a saját ötleteimmel vegyítettem, és úgy érzem, hogy egy látványos, csillogós előadást sikerült létrehozni, amelyet a kosztümök csak segítik. Szóval meg kell említenem, hogy Harmat Éva varrónő rengeteget segített, ő az, akivel együtt dolgoztam, ő varta meg
a kosztümöket, és funkcionális és praktikus kosztümök lettek, azt hiszem. Most mennem kell, hogy lecsitakoljam a paripámat! A díszlet az gyakorlatilag egy tér kiszolgálására szolgáló emelvényrendszer, egy gumifalon keresztül pedig lehet kimenni, bejönni és árnyékot képezni. Így a filmes szerkesztési technika, ami egyébként a dramaturg munkáját jellemzi, lehetővé teszi ez a tér azt, hogy ez pergő módon, pergő ritmusban érthető rendszerben előadásra kerüljön. A Zentai Magyar Kamara Színház és a Soproni Petőfi Színház által korábban megkötött együttműködési megállapodás értelmében az előadást a tervek szerint a következő évadban a Zentai Magyar Kamara Színház mellett a Soproni Petőfi Színház is repertoárjára tűzi majd, lehetőséget teremtve ezáltal a soproni gyermekeknek is arra, hogy részeseivé váljanak a legkisebb boszorkány különleges történetének. A téma kapcsán itt vannak velünk a Zentai Magyar Kamara Színház színészei, Nagyabonyi Emese és Dévai Zoltán. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Hello. Hogyan éltétek meg a próba folyamatot? Nekem az volt a kihívás ebben a próba folyamatban, hogy a rendező egy egész és kerek koncepcióval érkezett. És én inkább kísérletező vagyok, de úgy döntöttem, hogy megpróbálok helytállni, és maximálisan együttműködni vele. És aztán kiderült, hogy jól is működik mindaz, amit ő elképzelt. Egy nagyon erős ritmus szerkezete van ennek az előadásnak, és a rendező sokszor fogalmazott úgy, hogy igazából, hogyha nagyon rossz formában vagyunk, de a ritmus az megvan, akkor is sikerünk van ezzel az előadással. Tehát nem tudom, hogy mennyire van így, ezt szerintem inkább a nézők tudnák megmondani. De van egy ilyen érzetem nekem is, tehát hogy tényleg nagyon fontos a ritmus ebben az előadásban. Aztán persze kiderült, hogy nem arról van szó, hogy ő mindent megmond, és tényleg mindent pont úgy kell csinálni, ahogy ő elképzelte, mert adott lehetőséget arra is, hogy beletegyük egy kicsit a saját ötleteinket. És akkor azt vettem észre, hogy inkább azokat az ötleteket fogadtál, amiket megmutattunk, és akkor látta, és rámondta az igent, vagy nem, és kevésbé azokat, amiket inkább így szóban fölajánlottunk neki. És volt ugye koreográfusunk is, ez nagyon-nagyon sokat segített, mert ez ugye most volt először, ugye? Hát, ha úgy nézik. Mármint úgy ért vagy a Zentai Kamara Színház gondolok. Mondjuk, hogy másodszor. Mondjuk, hogy nem a színháznak a produkciója volt, hanem külön csináltuk a Zentai Csatára, ahol a Gyenes Vilikó koreografált, most Demcsák Ottó jött. De a tervezett repertoáron belül igen, először. Sok közül, tehát ez először, volt az első, igen. Ahol volt koreográfusunk, ami sokat segített a munkában, és a koreográfiákban is egyébként, tehát ott is eléggé, tehát a mozdulatokat megcsináltuk, de azt, hogy érzelmileg hogyan építjük fel, azt ránk bízta a rendező. Beszéljünk egy kicsit magukról, a figurákról is, ugye azt elmondtuk már a bejátszásban is, hogy nagyon izgalmas feladat volt az alakításoknak a létrehozása is a művészek számára. Te ugye a legkisebb boszorkány voltál, vagy az előadásban, te pedig Király Kis Miklós. Mennyiben volt nehéz feladat az azonosulás számotokra? Nekem most nem azt mondom, hogy nagyon könnyű volt, de ha elolvasom ezt a mesét, akkor nekem ez lenne az a szerep, amit én először meg akarnék csinálni ebből, vagy szeretném megkapni ezt a szerepet. Nekem nagyon érdekes volt maga a szerep, meg ez az egész mese. És azért szeretem nagyon ezt a mesét, mert működik benne az a bizonyos Andersen-i hatás, amit én olvastam a Lázár Ervinről, tehát egy abszolút tapasztaltam is ez a mese elkészítése közben, hogy nagyon jól ismeri az író a gyerekeket. És tényleg nem csak egy cuki kis aranyos mesét írt meg, hanem egy több szintű és mélyebbre menő mesét. És az annyit jelent, hogy nem csak a szépségről és a jóról szól ez a mese,
hanem benne van a fájdalom is, meg a csalódás is. Tehát, hogy megengedi a gyerekeknek, hogy érezzenek valami rosszat is ebből a világból. És azért gondolom azt, hogy ez jó, mert szerintem bele kell valahogy így a gyereknek az életében ezeket a dolgokat is engedni, hogy ne érje aztán túl nagy csalódás, hogy tényleg nem egy tündérmese az élet, hogy arra ne hirtelen jöjjön rá. És ez a mese meg annyira szépen foglalja ezt magába, hogy szerintem mégse bánt is, és nem tör össze senkit, csak úgy a gyerek is megérezhet valamit úgy az életből. És tehát, hogy igazából az író szerintem bízik abban, hogy a gyerekek sokkal többet értenek, ha nem is értenek, akkor éreznek ebből a történetből. És ennek nagyon örülök, mert hogy én is nagyon szívesen csinálok ilyen dolgokat, és nagyon nagy bizalmam van a gyerekekben. Bár nem tudjuk, hogy tehát még nem kaptunk olyan konkrét visszajelzést, hogy a gyerekek mit gondolnak, vagy mit mesélnek otthon, remélem, hogy majd idővel. Igen. De ahogy Emma is mondta, hogy pont az miatt, mert két szálon fut a történet. Az egyik az a szál, a Király Kis Miklós és a Tündér Tercia szálja, ami a kisgyerekeknek szól, de ugye nagyon a kisgyerekeknek. Nyilván a Tündér Terciának és a Király Kis Miklósnak fognak szurkolni a hőszerelmeseknek, de az Amarilla meg a Király Kis Miklós szálja, amit igen, ahogy Emma mondta, lehet, hogy nem értik meg, mert nem értik még meg, de érzik. Érzik, hogy az valahogy tisztább, valahogy igazibb. Nem tudom, melyik második, harmadik röptiszt játszottuk, és van egy közös jelenetünk Emesével, meg a pap Arnold kollégánkkal. Arnold meg én bent maradunk a színen, Emese, mint boszorkány kirepül, és van egy ilyen mondatom, ami azt mondom az Arnynak, hogy na, ez úgy elröppent innen, mint aki megsértődött, pedig igazán nem volt rá oka, igaz? És így kórusban az első három sor. De igen, volt neki oka, dehogy nem. Azt a szót mondták közösen. Dehogy nem. Igen, szóval, hogy igazából értik. Értik és érzik szerintem ezt a szálat is. És az ilyen jó. Nekem az a szép az ilyen történetekben, hogy történik valami a színpadon, és hogy ők meg reagálnak, de hogy jön az, hogy, mert ha azt mondják, hogy igen, vagy nem valamire, de az, hogy az jön ki, mit tudom én, egy 30-40 gyerekből egyszerre, pontosan egyszerre, hogy dehogy nem, nekem ez így, szóval, hogy nagyon szép. Ha már a gyermekeket említitek, mennyivel nehezebb gyermekközönségnek játszani? Nehezebb szerintem, egyáltalán? Szerintem igen. Megmondom, szerintem igen, azért, mert ha egy fölnőttet nem érdekli az előadás, akkor nem figyel oda, el van a saját világával, de tudja magát ürtőztetni, tudja magát kontrollálni, színházban vagyok, viselkedni fogok, nem állok le most beszélgetni a mögöttem ülővel, vagy elkezdeni játszani vele. Szerintem nem mindegyik gyerekben van ez meg, hogy most színházban vagyok, viselkedni kell, ha nem is érdekel az előadás. És viszont úgy játszani végig, hogy ezeknek a gyerekeknek is lekötni a figyelmét, és úgy befejezni egy előadást, hogy nem történik az meg, hogy elkezdenek beszélgetni, meg fikázni, meg nézni a mennyezetet, meg számolni a reflektorokat. Szerintem sokkal nehezebb velük elérni ezt, mint egy fölnőtt közönséggel. Ezért gondolom azt, hogy nehezebb gyerekeknek játszani. Lehet, hogy nincs igazam. Ezt szoktuk mondani, meg szokták mondani, hogy a gyerekeknek nehezebb játszani, de mondjuk én nem ezt érzem eddig, vagy lehet, hogy azért nem érzem ezt, mert hogy szeretem ezeket a helyzeteket, mert ez tényleg igaz, hogy nagyon kritikus közönség, és tényleg lereagálnak mindent, de mondjuk én ezt nagyon szeretem. Tehát azt, hogyha ők mondjuk például nagyon unják, de ez érdekes, hogy szerintem még nem történt. Nem. Tehát, hogy... De nem azért, mert nyomulunk, csak mert jók vagyunk ennyi, de... De tényleg nem történt meg. Nem volt, se a Szigetkék alatt. Jó, ezt most négyszer játszottuk? Ezt most eddig négyszer, igen. Tehát, hogy nem volt eddig olyan, hogy így elvesztették volna a figyelmet, és elkezdtek foglalkozni valami
nagyon másra, vagy unatkozni, vagy beszélgetni. Persze mindig vannak kis beszélgetések, meg suttogások, hallod, de én azt veszem észre, hogy az előadásról beszélgetek. És ez teljesen más. Igen, és hogy nem fajul ez odáig, hogy hangoskodjanak, és ne lehessen folytatni az előadást. Úgyhogy lehet azért mondom ezt, mert eddig még nem volt ilyen kritikus helyzetünk. A másik meg, hogy én imádom, én nagyon szeretem azt, hogy ők sikítoznak, és akár a sötétre is, nekik akkora élmény az, hogy és ha van valami nagy látvány, akkor ők arra is sikítanak, ha valami, egészen apróságokra is néha különben, arra mondjuk, hogy az Ori fölriad valamelyik részén, hogy az Arni megpiszkál, és ő fölriad, és akkor erre, és az egyik kislány láttam, én néha, hogy leskelődök, és láttam, hogy fölriad az Ori, meg így fölugrott, és akkor aztán, hogy visszaült a helyére. Igen, ez nagyon érdekes, ez a próba folyamat alatt az ember elképzeli, hogy jó, akkor itt most iktassunk be majd egy szünetet a két replika között, biztos kacagás, ilyenek. Az esetek 95%-ába elrontjuk, mert egyszerűen olyan helyeken reagálnak, amiket így nem várnál az ember is. Viszont olyan helyeket, amit gondoltunk, hogy na, hát, ha lesz valami kac-kac, síri csend. Úgyhogy, igen. Meg volt, az is nagyon szép volt, amikor a végén van az utolsó jelenet, és akkor a Zoli ugye nem lát engem, tehát a király kis Miklós áll, és én, mint Amarilla, szél vagyok, és tehát szélből körbe táncolom. És akkor mi volt? Ezt én nem hallottam, csak meséltétek, hogy... Állok, nagyokat érzek, emesül a táncom körülöttem, már megy ki, és ez egyik, de úgy a színjátszás elős közepén, amikor úgy átérezni a helyzetet, Zali tartottam vissza, hogy ne röhögjek. Jó hangosan bekébált a másik társának, hogy hát de nem látja, érted? És itt síri csend, és csak egy gyerek hang ezt így bekébáltott. Hát igen, kicsit így rezgett így az arcom. De és én azt szeretném még ehhez hozzáfűzni, hogy mondjuk, tehát én nagyon szeretem azt, hogy ők ilyen intenzíven reagálnak. Azért, mert ez egy visszajelzés, meg valami nagyon jó energia. Mondjuk engem ez nagyon feltölt, és jó érezni azt, hogy feléjük is megy az energia, tehát hogy ez itt nagyon folyamatban van. És én személy szerint nem szeretem azt, amikor így a tanárok, mert ugye általában tanárok hozzák őket, hogy nagyon csitítják őket, és személy szerint ezt nem nagyon tudom hova tenni, mert olyan szép, az, hogy a gyerekek még így reagálnak. Persze azt sem gondolom, hogy egyáltalán nem kell nevelni őket, vagy kordában tartani, de azt veszem észre, és nem akarok ezzel senkit megbántani, hogy a felnőttek, amikor eljönnek az előadásainkra, és most konkrétan Zentára és Zenta környékére gondolok, akkor szinte erőszakosan folytják vissza a reakcióikat. Tehát, hogy embereket így látunk nevetni, de nagyon nevet, de így fogja, és nem engedi ki, nem meri kiengedni, vagy küszködik a könnyeivel, és hogy nem, és tehát, hogy én azért gondolom, hogy gyerekeket nem szabad nagyon fogni, és nagyon-nagyon minden reakció, mert hát, hogy ne váljanak olyan felnőttekké, akik túlzottan visszafogják magukat, mert a színház szerintem arról szól, hogy ott igenis ki lehet nyilvánítani a reakcióinkat. Ezzel most nem azt mondom, hogy én mindig mindenhol sírok és kacagok és nevetek, persze, de azt veszem észre, hogy mondjuk azért szabadabban engedem ki a, nem tudom, az érzéseimet, reakcióimat, mint a nézőközönség átlaga, de ez biztos abból következik, hogy Művészeti Akadémiára jártam, meg köztetek, létezek már 5 éve. Végezetül egy gyors kérdés, mire készültök a közeljövőben? Káró katonákat csinálunk, Perényi Balázs rendezi, Kis Ancsa koreografál. Igen. De én megmondom az őszintén, pontos dátumot nem tudok. Valamikor május közepe a bemutató. Április közepén fogjuk kezdeni a próba folyamatot. Igen, és május közepén. Meg hát csinálunk egy március 15-i műsort. Igen, lesz most egy Romhányi Ibi megemlékezés, arra is készülünk. Tantermizünk. Tantermi produkciókat játsszuk újra. Igen, meg hát játsszunk folyamatosan. A monodrámákat játsszuk még, a 24 órás vallomásokat, ezt a gyermekelőadást. A kisebb a szorkányt játszunk majd Adán.
A Szigetkéket. A Szigetkéket hozzuk Adára. Ne fogják szavamat, azt hiszem március 6. Március 6-án jövünk a Szigetkékkel. Megkészül most egy új produkció, a diákszínjátszókkal dolgozunk, én is így Máté kollégámmal, mi ketten. Annak meg, ha minden igaz, március 24-én lesz a bemutatója. Érdeklődéssel várjuk a produkciókat, köszönöm szépen. Mi köszönjük, hogy itt lettük. Gyöngyök, csipkék és fodrok áradata, csillogó ékszerek, díszes kiegészítők és egyéb látványosságok hosszú sora várta az érdeklődőket az Adai Műszaki Iskola sportcsarnokában a 4. esküvő kiállításon, amelyen összesen 22 kiállító, valamint 9 kézműves tárta a látogatók elé termékeit és szolgáltatásait. A rendezvényen a standok mellett különféle programok is várták az érdeklődőket. Gyöngyök, csipkék és fodrok áradata, csillogó ékszerek, díszes kiegészítők és egyéb látványosságok hosszú sora várta az érdeklődőket február elején az Adai Műszaki Iskola sportcsarnokában, a 4. esküvő kiállításon. Az idei rendezvényen a Pazar menyasszonyi ruha bemutatók, valamint a fiatal, ám tehetséges énekesek produkciói is igen nagy népszerűségnek örventek. Az eseményen a látogatók minden olyan terméket és szolgáltatást megtalálhattak, amelyek nélkülözhetetlenek a tökéletes és emlékezetes esküvőhöz. A kiállítók zöme igyekezett a jelenleg uralkodó divatirányzatokhoz igazodni, legyen szó akár ruhákról, ékszerekről vagy egyéb kiegészítőkről. Ruha bemutatón részt vettünk már harmadik alkalommal, harmadik éve. Alkalmi ruhákkal is, menyasszonyi ruhákkal is, menyecske ruhákkal is. Tehát nagy kedvenc mostanában a kalocsai hímzés, menyecske ruha, ugye, de ugyanúgy megjelenik a menyasszonyi ruhába is, a csipke, a strasszok. A tűl az nagyon hódít ebben az évben. Kesztyű az most nem annyira előnyös, vagy nem annyira hódít, de viszont a hosszabb csipke új például, ami szépen átlátszik a bőrön, az nagyon szépet mutat, és akkor az hódít. Nem szabad elfeledkezni a megfelelő ékszerek kiválasztásáról sem, amelyek szintén különlegesebbé és magával ragadóbbá tehetik a menyasszony megjelenését, legyen szó akár valódi arany vagy ezüst ékszerekről, akár alkalmi divat ékszerekről. Nagy részt karikagyűrűket hoztunk, mivel esküvő kiállításról van szó, pár darab ezüst ékszert hoztunk, nyakékeket menyasszonyoknak, de ezeket inkább az üzletben mindenki megtalálja nálunk. Most inkább az idén feljöttek a mintásabb, kidolgozottabb gyűrűk. Tavaly előtt inkább az egyszerű kövesek voltak a divat, most egy kicsit kidolgozottabbakat keresnek nálunk. Ma itten kiállítottunk olyan ékszereket, amik antiallergén divatékszerek. Korlátozott mennyiségben készülnek. Vannak, amelyek ródiumból, vannak pedig olyanok, amelyek fel vannak töltve arannyal. Első osztályú cirkóniák díszítik őket, és kopásvédő réteggel, védő réteggel vannak bevonva, ami azt jelenti, ugye, hogy nem kopnak le, tehát lehet velük menni fürdeni, még termálvízben is. Körülbelül mostan olyan 400 modell van a kínálatunkban. Ezek az ékszerek kézzel vannak készítve, körülbelül 200 munkás dolgozik rajta, és üzletekben nem található.
A menyasszonyok számára elhanyagolhatatlan egy mutatós frizura és egy magával ragadó smink is. Új trendek annyira meghatározóan nincsenek, mert végül is a divat mindig ismétli magát. Egy esküvői frizuránál fő szempont a legelső sorban a menyasszonynak az arcformája, hajminőség, és egy nagyon fő szempont a ruha, kiegészítők, és akkor ebből áll össze egy bizonyos kép a végére. Nagyon fontos a smink, és ugyanúgy fontos a frizura. Azt mondom, hogy ha sminkessel dolgozunk együtt, akkor egymás munkáját tudjuk követni. Úgy nehezebb mondjuk, hogyha külön egy fodrászhoz és külön egy másik sminkeshez, mert akkor úgy nem tudjuk egymás munkát lekövetni. Hát az esküvői sminket mindenféleképp úgy kezdjük, hogy készítünk a menyasszonynak egy próbasminket. Ugye akkor meglátjuk, hogy neki is az tetszik, jó-e áll, persze ez frizurával együtt, hogy a komplet styling jó legyen. Az esküvői sminket átlagban lágyabb színeket, pezsgő színeket használunk, de viszont azért most már egy kis csillogás is belefér, de mindenképp ezek a krém, pezsgő színek, látszínek, amik mennek a menyasszonyoknak az esküvőkön. Most már azért divatos, hogy az esküvőre a menyasszonyon kívül a családtagok is sminkeltetik magukat, sőt, ma már úgy mennek a vendégek is az esküvőkre, hogy smink, köröm, haj, ugye komplett be. Az ifjú pár és a vendégek külső megjelenése mellett kiemelt jelentőségű az esemény helyszínének a kiválasztása is. Ha megvan a helyszín, jöhet a díszítés. Ennek csak az emberi képzelet szabhat határokat. Egy esküvői dekoráció több komponensból áll össze, szerintünk a legfontosabb a belépő rész, a belépő kapu, mert itt kapja meg a kedves vendég a legelső benyomást, itt szerezhet esetleg valami tudomást a hangulatról, az esküvő stílusáról. Ezután az asztalokat külön kezeljük, és az asztalokat külön felbontjuk a fiatalok asztalára, ami a legdíszesebb, és a vendégek asztaláról is. Színekben szeretünk többféle árnyalattal dolgozni, tehát nem csak a sárgát, akkor egy hozzátenni kis baracszint, például a lilát, amit nem lehet kiűzni a divatból, ez nem csak a milka lilát, hanem mondjuk a padlizsán színűt is hozzátesszük, hogy több árnyalatban legyen, de akik megmondják ezt, azok a fiatalok. És szeretjük őket megkérni arra, hogy valami személyes jegyet is tegyünk bele az esküvőkbe, például nálunk megtalálható a zenét kedvelő fiataloknak kotta mintás szalvétát tudunk kínálni, a horgászbarát vőlegényeknek például halat dekorációt, vagy a motorosoknak egész valami specifikus dolgokat. Tehát ez a nap, ez azon túl, hogy nagyon stresszes tud lenni, meg sokat készülünk rá, és elég sokba kerül. Nagyon fontos szerintünk, hogy megmaradjon, és pozitív emléképén éljék meg a fiatalok esztet, és hogy róluk szóljon valóban, nem pedig mondjuk rá az örömanya vagy a nagymamának valami titkolt vágyva, hogy nem megvalósult álmai miatt legyen csipkés, vagy legyen gyöngyös. Tehát mindig arra appellálunk, hogy a menyasszony és a vőlegény a fontos, és az ő álmai valósuljanak meg ezen a nagy napon. Egy pompás menyegző elmaradhatatlan részei az ínsiklandozó torták és az egyéb különleges édességek is. Az esküvői torták tekintetében szintén folyamatosan változnak a trendek és a kívánságok. Letisztult formák, az egyszerű torták, marcipánossal, fondános bevonattal, nagyon szépek, könnyű legyen belül, ne legyen nehéz, ne legyen margarinos, főzött krém. Tehát finom is legyen, és szép is legyen. Az esküvők különlegességei lehetnek az egyedi ízesítésű csokoládék és bombonok is. Mai napon egy új termékcsaládunkat hoztuk, úgymond egy bemutatóról van szó. Most kezdtük a kézműves bombonok gyártását, szintén kicsit érdekesebb, exkluzívabb ízkombinációkkal. Termékeink között megtalálható búzavirág vagy ibolya ízesítés is, de egy klasszikusabb csilis-meggyes kombináció is megtalálható. Bombon termékeinket főleg vendégváró ajándékként szálljuk az esküvőkre, és igen nagy az érdeklődés. Ezek a
kis ajándékocskák egyben ültetőkártyaként is funkcionálhatnak. Az előbb volt épp egy különleges kérésünk, hogy plusz egy kártyát helyezzünk rá egy kis idézettel a dobozkára, de természetesen mindent megvalósítunk. Az idei esküvőkiállításon összesen 22 kiállító, valamint 9 kézműves tárta a látogatók elé termékeit és szolgáltatásait. A standokon túl különféle programok is várták az érdeklődőket. Az adai esküvőkiállítás idén is elnyerte a látogatók tetszését. Nagyon színvonalas, és gondolom jobb, hogy itt elrendezték meg, de a hotelben már sokkal nagyobban, hogy hívják. Nagyon szép, meg minden. Nagyon szépek a ruhák, és már eleve az egész nekem nagyon tetszik, hogy szépen megszervezték. Nagyon szép minden, érdekel bennünket, nálunk is lesz lakodalom, és akkor hát nagyon érdekel. A dekorációk azok mesének, tényleg önmaguké, akkor a torták is egyik szép, mint a másik, sütemények is nagyon tényleg olyanok, hogy embernek csak a szeme kívánja. Hát mondjuk a torták, meg az ékszerek azok elég tetszetősek, de én egyelőre még ilyesmit nem gondolkozok, úgyhogy lényegében csak a mennyasszonyomat jöttem nézni. A szervezők sikeresnek értékelték az eseményt. Én nagyon elégedett vagyok, nagyon örülök annak, hogy bevált az, hogy áthoztuk egy új helyszínre, hogy most a sportcsarnokban tartottuk az idén, és nagyon szép számban érkeztek már a szombati napon is a vendégek, és vasárnap is, úgyhogy hát az a tervünk, hogy szeretnénk így ebben folytatni ebben a sportcsarnokban, és bár most az idén nem használtuk az egész sportcsarnokot, hiszen egy részt lezártuk belőle, remélem, hogy jövőre már szükség lesz az egész csarnokra. Az idei sorrendben negyedik adai esküvőkiállítás életrehívói abban bíznak, hogy a következő években is hasonlóan nagy érdeklődés mellett szervezhetik meg a rendezvényt, lehetőség szerint még tovább bővítve a kínálatot is annak érdekében, hogy a házasodni készülő párok valóban mindent megtalálhassanak, ami egy felejthetetlen esküvőhöz kell. Kedves nézőink, ennyit készítettünk mára, köszönjük, hogy velünk tartottak. Amennyiben bármilyen kérdésük vagy javaslatuk van műsorunkkal kapcsolatban, keressenek bennünket a képernyő alján látható elérhetőségek valamelyikén. Két hét múlva ugyanebben az időben ugyanitt újabb aktuális témákkal várjuk Önöket. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra! Műsorunk főtámogatói a Magyar Nemzeti Tanács és a TM People International Kft. Műsorunk helyszínét az adai Korzáró kávézó biztosította.